Kiszámoltam. 2 óra kell ahhoz, hogy betakarózás után a rólad szóló gondolataimmal álomba ringassam magam. Nélküled olyan az életem, mint egy kazetta, aminek csak a B oldala forog. Azon vannak a rosszabb számok. A barátaink szerint mi összeillenénk. Kiegészítenénk egymást, mint a virágzó fák a tavaszt. Az egyenlet egyszerű. A probléma, az én szívemben ősz van, a tiédben meg valószínűleg tél, mert mikor hozzád érek, megfagy minden porcikám, kiráz a hideg és reszketek. Egyenlő, az én évszakom sehogy sem tud egy nevezőre jutni a tiéddel, vagy a tiéd az enyémmel, ez már inkább kombinatorikai kérdés. És nélküled nem tudom megoldani az egyenletet. Nálad van a megoldó képlet, és hiába dobok ki a szívem morzéba az SOS-ten, nem hallod. Egy tanulmány szerint, hogyha egy póknak kihúzzák az összes lábát, akkor a pók megsüketül. Mert hogyha rákjabálnak egy lábnöklő pókra, hogy fuss, akkor ő nem fut. Lehet, hogy te is csak egy láb nélkül pók vagy. Befészkelődsz a gondolataimba, hálót vonz a szívem köré, és hiába kiabálok neked, te nem hallod. Az út másik oldalán állok, és nem akarsz zöldre váltani a lámpa. Feléd elindulni csukott szemmel a legveszélyesebb. És én nem merek elindulni, mert mi van, hogyha a saját gondolataim gázolnak halálra? Én tudom, hogy nem téged kellene, de a szívem nem csíp. Ez nincs rajta újra tervezés, egy célátírás, csak te és a hiányod. Tegnap este vettem egy nagy levegőt a pókját a tüdőmbe, és újra számoltam. Minden álmomban ott vagy, pedig nem is szoktam aludni. Adhatnék neked.